Hogy végre megvalósulnak alapítványunk céljai, az egyik, hogy méltóképpen emlékezzünk Fejtő Ferencre, a másik, hogy a tanításnak ne holtanyag, hanem eleven valóság. Az elfogódottságom pedig a nagyszerű előadók kapcsán ébredt, akik aztán kedvességükkel, közvetlenségükkel, emberi melegségükkel ezt előadották. Az alapítványunk nevében köszönöm, hogy elfogadták a felkérésünket és eljöttek. Köszönjük Heizler András elnök úrnak, hogy elvállalta a konferencia fővédnökségét, és a mazsinisztnek már felvette a konferenciát a zsidó nyári fesztivál külső záró rendezvényének, és anyagilag is dotálta. Elnök úr egy közbejött program miatt sajnos nem tud velünk lenni, megértésünket kéri. Egy másik büszkeségünk is van, amit hamarosan nagy örömmel fogunk megosztani önökkel. Létrejött, elkészült a Fejtő Ferenc emlékhely az épület földszintjén, aminek megnyitására a konferencia után kerítünk sort. Azt szeretnénk, hogy Fejtő szülővárosa, a hétköznap, az iskola, a betegség, az unalom fogalmainak bűvköréből kikerülve, a jutalom, az ünnep, az öröm, az ajándék színterévé válhasson, hogy végre a hazatérő vándor jól érezhessék magát, megpihenjen.